másodszor győzte le 2 hónapon belül a Mustang című filmet a Shaw fia, amikor szombat hajnalban a független filmesek díját is elhozta Los Angelesben. Az elismerést Nemes Jeles László 2 nappal az Oscar gála előtt vette át, amelyben a legjobb külföldi film kategóriájában a Shaw fia komoly esélyesnek számít. A legutóbbi magyar díjazott Szabó István biztosan magyar film sikerében. Oszkárját magyar film most kapta meg először. Esélyesei között utoljára jegyezték Szabó István Hanusszan című filmjét 1990-ben. A Mephistóval Oszkárt 34 évvel ezelőtt nyert rendező a Blicknek azt mondta, szinte biztos a Shaw fia díjában. Ezt a film témájával és az akadémia tagjainak gondolkodásmódjával magyarázta. Ahogy a januári Aranyglóbusz elnyerésekor úgy itteni idő szerint szombaton is megelőzte a Shaw fia a Mustang című török-francia filmet, és a kígyó ölelését. Mindkettő a vasárnap éjjeli jelöltek között van. A pénteki eseményen Nemes Jeles László Kate Blanchett-től vette át az Oscar jelölését igazoló dokumentumot. A színésznő hibátlan magyarsága lejtette ki az alkotók nevét, méltatta Nemes Jeles László rendező, Rőri Géza főszereplő, Erdély Mátyás operatőr és a hangért felelős Zányi Tamás munkáját. A magyar rendező arról beszél, még csak nem is álmodtak erről. Csak azt tűztük ki, hogy a lehető legkitartóbbak leszünk, és mindenki elhivatott volt abban, hogy bejárjon egy utat. Ám soha nem gondoltunk díjra. Aztán természetesen az egész eljárás elindult egy nagy robbanással, majd az Oscar kampánnyal, ami lehetővé teszi, hogy annyian megnézzék a filmet, ahányan csak meg akarják, és annyi országba eljusson, ahányba csak el lehet vinni. De soha nem gondolsz díjra, amikor filmet készítesz. Ebben biztos vagyok. A film hosszú utat tett meg eddig. Már a film alaptámogatás elnyerése után díjat kapott a forgatókönyv Szarajevóban és Torinóban. A forgatás 2014. júliusában kezdődött. Már bemutatója előtt nyereségessé vált a film, a Sony Pictures megvette a forgalmazói jogokat. Számos szakmai díj mellett tavaly májusban megkapta a nagy díjat Cannes-ban. Először nyert magyarként Aranyglóbuszt, majd pár nappal később jelölté vált az Oscaron, míg eljutott a független filmesek díjáig. Nehéz a mezőny, esélyes lehet a Dán egy háború című alkotás. Ez annak a konfliktusnak a hatását elemzi, hogy a társai életét megmentő, de ártatlan civilek életét kioltó afganisztáni dán parancsnok és családja miképpen dolgozza fel, hogy hazájában hadbíróság elé állítják. A holokauszt téma mindig esélyes, mivel azonban a tavalyi győztes a lengyel Ida is az 5 eddigi témát feldolgozó győztes között van, ez korántsem automatizmus. Az Oscar szakértők szerint a Mustang című alkotás igazi veszélyt jelentett a Shaw fiára. Fiatal muszlim nőkről szól, akiknek szabadságát korlátozzák a hagyományok nevében. Bátor kiállás a film a nőjogok mellett, és rendezője egy nő, Denis Emze Ergüven. A díjakat 24 kategóriában az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 6261 tagjának szavazatai alapján ítélik oda, és adják majd át a magyar idő szerint hajnali 1 órakor kezdődő gálán.